Az már korábban is kiderült, hogy ifjabb Kis Lászlónak fekszenek a Szilveszter Rally szakaszai, a Hungaroring környékén tavaly is nagyon gyorsnak bizonyult, idén pedig az abszolút első helyért tudott csatázni. A futamot már harmadszor megnyerő Vince Ferenc végül legyőzte, de a Fordos pilóta és navigátor, egyben felesége Kisné Varga Zsuzsanna így sem lehetett elégedetlen az abszolút második hellyel, főleg, hogy mindenki másnál jóval gyorsabbnak bizonyultak. Az egykori abszolút rallycross magyar bajnokot Kis Pál Tamás testvérét az évvégi verseny után a múltról, a jelenről és a jövőről is kérdeztük. Mindenképp egy pozitív szezonon vagyunk túl, hiszen rengeteget fejlődtünk, hiszen év végére azt mondhatom, hogy már az élvezőnyt üldözőbe tudtuk venni. Igaz, még tartósan azért az első ötben nagyon nehéz ott lenni, hiszen a Egerből, hogy ugye negyedikek lettünk, azért 7 EL menő hiányzott. Úgyhogy, hogyha a realitásokat nézzük, akkor azért még mindig ez az első hét, amiben most beletartozunk. Rengeteget gyorsultunk, hiszen azért, hogyha a kilométerenként nézzük az élmezőnyhöz képesti lemaradásunkat, most már bőven fél másodperc alá lejött. Rengeteget dolgoztunk évközben, és ennek a gyümölcse beérett, és azért ez a Szilveszter Rally is eddig a mostani körgyorsig azért Ferikével, Vince Ferikével azért azt hiszem 5 tized volt köztünk, vagy 4 tized, tehát mindenképp jó az irány, nagyon jó a csapat, jó a kocsi, mi is fejlődünk, úgyhogy tényleg jól érezzük magunkat. Ebben az évben a Miskolc Rally utántól kezdtünk el foglalkozni a beállításokkal, saját fejünk után megyünk. És Isten igazából azt érzem, hogy a tavalyi évünk egy picit csak autókázásnak tekinthető az ezéthez képest. Rengeteg mindent kipróbáltunk beállítások terén. Ez volt Isten igazából az az év, aminek az első évnek kellett volna lenni, de egyébként hatalmas élmény ezzel a kocsival menni. Feleségem szeretett volna, akkor még nem feleségem volt, csak barátnőm, szeretett volna beülni, navigálni. Én először elleneztem, hát aztán milyenek a nők erőszakosak, úgyhogy csak beült. Majdnem 8. éve megyünk együtt, amit nem bánom, mert nagyon jó az összhang, nem csak az autóban, hanem a magánéletben is. Nagyon korán van, de nem nagyon tudjuk, hogy jövőre mi lesz. Ami most biztosnak tűnik, az egy-két verseny. Hogy teljes év lesz-e belőle, azt még nem tudjuk megmondani, hiszen a csapatunk házatáján is azért változások történtek, úgyhogy nagyon függ a rallycrossos projektünktől, hogy ott mi alakul, úgyhogy meglátjuk, hogy mit tudom.